Ha Ukrajna és Oroszország nem jut megállapodásra a gabonakereskedelemről, akkor két héten belül leállhatnak a gabonaszállítások, jelentette ki Ibrahim Kalin, török elnöki szóvivő az Unión hírügynökség beszámolója szerint. A szóvivő elmondása szerint, ha a május 5-ére kitűzött tárgyalások kudarcba fulladnak, a gabonaszállítások már május 18-án leállhatnak, ami komoly problémákat okozhat a globális élelmiszerellátásban. Az ukrán gabona fekete-tengeri exportját lehetővé tevő megállapodást 2022. júliusában írták alá Ukrajna, Oroszország, Törökország és az ENSZ képviselői. A megállapodást novemberben 120 nappal meghosszabbították, ami május 18-án lejár.